Az Európai Unióban jelenleg mintegy 60 kisebbségi, illetve regionális nyelvet beszélnek, mintegy 40-45 millióan, köztük a baszkot, a katalánt, a frízt, a velszit például. Azonban ezen nyelvi tények ellenére az Európai Unió semmilyen gyakorlati segítséget nem nyújt a nyelvvédelemhez. És sajnos azt látjuk, hogy nem ez az érzéketlenség az egyetlen probléma az Európai Unióban. Megkérem ifjabb Lomnici Zoltán, alkotmányjogászt, a CÖFCÖK a szóvívőjét, tartsa meg előadását. A brüsszeli önkénnyel szembeni fellépéssel kapcsolatos, illetve a brüsszeli döntések vonatkozásában a tagállami mozgástérrel kapcsolatos témát kaptam a mai konferencián. És teljesen nyilvánvaló, hogy ezen témakör tekintetében először is azt kell áttekintenünk, hogy az uniós döntéshozatali mechanizmus hogyan alakul, illetve az uniós döntéshozatali mechanizmus kapcsán megmarad-e a tagállamok szuverenitása, illetve mozgástere. A magyar alaptörvény rögzíti, hogy Magyarország bizonyos hatásköröket az Európai Unióval közösen gyakorol, és ezen közös hatáskör gyakorlás mentén, közös ügyekben közösen dönt. Ilyen például a 21-27-es költségvetés, amely vonatkozásában ismerjük azokat a vitákat, amelyek viták teljesen egyértelműen abba az irányba próbálják a döntéshozatali mechanizmust tolni, hogy az egyhangúság helyett a minősített többségi szavazással a Mag Európa az újonnan választott, belépett, illetve szegényebbnek mondott tagállamokat háttérbe szoríthassa, illetve elnyomhassa. A Civil Összefogás Fórum, mint Magyarország legnagyobb nemzeti civil szervezete, ezen túlmenően több olyan javaslatot terjesztett elő, amely megoldhatná azokat a problémákat, amelyek jelenleg nem csak a tagállami mozgástér leszűkítése ellen hathatnak, hanem a tagállamok polgárainak kezdeményezéseit, jogalkotási kezdeményezéseit is hatékonyabbá tudják tenni. Ilyen nyilvánvalóan az Európai Polgári Kezdeményezés nevű intézmény megújítása, az Európai Ombudsman megerősítése, illetve annak a lehetősége, hogy közvetlenül fordulhassanak az Európai Bírósághoz bizonyos Európai Uniós intézményekkel szemben fennálló sérelmek tekintetében az állampolgárok. Azon lehetőség keresése, amely az említett intézmények megújítására irányul, folyamatosan zajlik a Civil Összefogás Fórum szakmai műhelyeiben. Az is nagyon lényeges, hogy amikor a brüsszeli önkényről beszéljünk, akkor említsük meg a Brexitet, amely a brüsszeli önkénnyel szembeni egyik legfontosabb fellépésnek a szimbólumává vált az elmúlt időszakban, és amelynek kapcsán a brit polgárok arról is döntöttek, hogy kívánnak-e az Európai Unióban egy olyan közösségben lenni, létezni, ahol egyoldalúan elsősorban direktóriumokat, ukázokat, parancsokat kapnak, viszont az ellen oldalról, tehát a tagállam irányából érkező megkereséseket nem akceptálják. David Cameron erre felhívta a figyelmet a népszavazás előtt, amikor jelezte, hogy számos intézményi megújuláson kellene, hogy átessen, például a bizottság, az Európai Tanács vagy a Parlament, de ezeket az érveit nem vették figyelembe David Cameronnak. Ezt követően bekövetkezett a már ismert eredményű Brexit, az Európai Uniós tagságtól való elbúcsúzásról szóló népszavazás. Azt is tudni kell, hogy a tagállami alkotmánybíróságoknak óriási szerepe lehet. E körben utalnom kell Vargasi András megválasztott kúria elnök, korábbi alkotmánybíró, azon egy alkotmánybírósági határozathoz fűzött párhuzamos indoklására, amely egyrészt rögzíti, hogy nyilvánvalóan a szuverenitásáról nem mondott rá egyik tagállam sem, illetve azt is rögzíti, hogy a közös hatáskör gyakorlásnak is vannak korlátai. Az alkotmánybíróságok két esetben mondhatják ki, hogy egy uniós tagállami döntés nem végrehajtható, amely az adott tagállamban például közvetlenül hatályosulna. Tehát egy olyan uniós döntés, amely
például rendelet formájában születik meg, az a tagállamban közvetlen hatályosul. Ez egy úgynevezett másodlagos jogforrás. Az elsődleges jogforrások pedig természetesen közvetlen hatályosulnak, azon kivételeket leszámítva, amikor mondjuk egy alapszerződés módosítást a parlamentnek is meg kell erősíteni, ilyen példa Írországban is többször volt. Ugyanígy egy zárójeles megjegyzés, az európai alkotmány is azért bukott el, mert a tagállami közösségek népszavazás útján nem erősítették meg. De mit is tehetnek az alkotmánybíróságok? Az első az úgynevezett ultra vires felelősségi kör, amikor túlterjeszkedik a bizottság a hatáskörén, és ebben az esetben teljesen nyilvánvaló módon van lehetősége arra az alkotmánybíróságoknak, hogy egy döntésről kimondja, hogy nem végrehajtható. A másik, hogyha az alkotmányos magba, identitásba, önazonosságba ütközik egy uniós döntés, ebben az esetben sincs arra lehetőség, hogy egy adott döntés automatikusan érvényesüljön az unió részéről a tagállamban. Meg kell említeni, hogy a Német Alkotmánybíróságnak az Olange 1 és az Olange 2-es döntései egyértelműen szembe mennek azon európai bírósági döntésekkel, illetve azon európai bíróságon született verdiktekkel, mint például a Costa Enel döntés, vagy a Van Gendel lószügy, amelyben az Európai Testület, a Luxemburgi Ítélkezési Fórum kimondta az uniós jog primátusát. Ezzel szemben a Német Alkotmánybíróság nem erősítette meg ezt a korlátlanságot, mint ahogy egyébként 2020-ban is az Európai Központi Bank azon a gyakorlata tekintetében, amely másodlagos piacról finanszírozta államkötvények vásárlásával a mediterrán tagállamokat, kimondta a Bundesverfassungsgericht, tehát a Német Szövetségi Alkotmánybíróság, hogy ezek a döntések nem hatályosulhatnak, ezen az európai bírósági gyakorlat nem érvényesülhet abban az esetben Németországban, hogyha nem változtatnak az irányvonalán, mint ismeretes az Európai Központi Bank gyakorlatát, ugye az Európai Bíróság jóvá hagyta, tehát ezen gyakorlatát, holott az alapszerződések a közös felelősségvállalás kizárása körében megtiltják az Európai Központi Banknak egyébként, hogy közvetlen vásároljanak államkötvényt, és így segítsék az egyes tagállamokat. Csehországban, Franciaországban, ott a Conseil d'État, az olasz alkotmánybíróság, a lengyel alkotmánybíróság is megerősítette egyébként ezt a gyakorlatot. A Magyar Alkotmánybíróság ilyen nyíltan még nem fordult szembe az Európai Uniós joggal, de figyelve a tendenciákat, ez sem kizárható a közeljövőben. Azt is egyértelműen le kell szögeznünk, hogy az európai jog, az acquis communautaire átvétele, jogharmonizációja már a 2004-es csatlakozással jelentős mértékben megtörtént, tehát azok az új normák, amelyek most születnek, jóval inkább átpolitizáltak, jóval inkább pártosak és jóval inkább megosztóak, mint a korábbi szabályok. Itt gondolok például az ideiglenes kötelező kvótahatározatra, vagy például a jogállamisági mechanizmusnak a költségvetéshez kötéséről szóló javaslatokra. Itt egyértelműen a köznyelv szerint brüsszeli önkénynek minősülő tendencia érvényesül, és ebben a körben nincs kimentési lehetősége Brüsszelnek. Azt kell látnunk, hogy itt már nem az alapszerződések szerinti, az unió integrációját segítő döntésekről, határozatokról, illetve határozati javaslatokról van szó, hanem a megosztottság irányába, az integráció megszakításának irányába lépő törekvésekről beszélhetünk ebben a körben. Végezetül arról is beszélnünk kell, hogy milyen perspektívái vannak a tagállami mozgástérnek, hiszen az előadás címéből fakadóan ezt a kérdést is meg kell vizsgálnunk. Egyértelműen nem csak az alkotmánybíróságok útja, hanem a tagállamok tekintetében is lehetne olyan gyakorlatot kialakítani, amit az említett korábbi brit kormányfő is javasolt, és a magyar miniszterelnök is támogat, ez úgynevezett piros lap intézménye. Most is már van egy sárga lap nevű megoldás, amely viszont nem alkalmas arra, hogy az uniós normákat hatástalanítsa. A piros lap lenne egy olyan, amely egy vagy több tagállam közös fellépését követően egyfajta jelzés lenne, amely több mint jelzés, egy sorompót állítana olyan brüsszeli döntések elé, amelyeket nem kívánnak végrehajtani a tagállamok. Emlékezetes az opt-out szabály értelmében Dánia
kimaradt a bel- és igazságügyi együttműködésből, tehát miután ilyen kivételek vannak az Európai Unióban, azt sem szabad kizárnunk, hogy a későbbiek során is alkalmazzák ezt az opt-out szabályt. Végezetül a spillover effektusra hívnám fel a figyelmet, az a túlterjeszkedő, a More Europe elvére épülő tendencia, amely az Európai Unióban ma már nem csak a tagállami közös hatáskör gyakorlás mentén kíván közös ügyek, így például a külpolitika vagy egyes adóügyek mentén közös kormányzást idézőjelbe téve a tagállamok és Brüsszel között, hanem például az igazságszolgáltatás egy részét is magához kívánja vonni Brüsszel azzal, hogy az Európai Ügyészséget felállította. A Civil Összefogás Fórum határozott álláspontja a kezdetektől fogva, hogy az Európai Ügyészség az egy olyan intézmény, amely kidolgozatlan jelenlegi formájában sérti a tagállami szuverenitást, és miután érvényesül az úgynevezett említett spillover effektus, tehát hogy a folyamatosan lecsorgó, folyamatosan újabb területekre kitörjödő uniós hatáskör halmozás zajlik az elmúlt évtizedekben. Így egyértelműen arra következtethetünk, hogyha meghonosodik egy európai ügyészség, akkor nyilvánvalóan ehhez egy európai büntetőbíróság is fog társulni. Tehát ugyan az európai polgárok nem csatlakozhatnak, nem indíthatnak így módon eljárásokat az európai bíróságon belül, viszont egy európai büntetőbíróságnak lesz lehetősége arra, hogy polgárokat a bíróság elé citáljon és elítéljen a szövetségi jog alapján, itt már szinte az Egyesült Államok területére tévedünk, ahol valóban vannak szövetségi bűncselekmények és vannak állami bűncselekmények, és más ítélkezési fórumok folytatják le az eljárást ezekben az ügyekben. Összegzésképpen elmondható, hogy jelenleg a föderatív kontra szuverén vagy szuverenista Európa vagy erős nemzetek Európája csata még nem dőlt el. Számos intézmény tekintetében a föderatív Európa primátusa érvényesül, de nem mondhatjuk azt, hogy ma még nem erős nemzetállamok alkotta közösségről beszélhetnénk. Az Európai Parlamenten belül ma már egyértelműen többségben vannak azok a közösségek, amelyek egy föderatív Európát szeretnének, ugyanakkor a tanács, mint utolsó bástya, a miniszterelnökök és államfők fóruma lehet az a mencsvár, amely megmenti a de Gaulle-i gondolatot, a Fouché tervet, és ellenáll a SPAC tervnek, illetve mindannak a törekvésnek, amelyet ma Macron, Emmanuel Macron francia államfő, vagy éppen Angela Merkel német kancellár képvisel. Az tehát, hogy ne a Spree partján, illetve a Szajna partján dőljenek el a kérdések, illetve ne a brüsszeli folyosókon mondják ki a de Spiegel megfogalmazása szerint a susmus demokrácia keretében a legfontosabb döntések konklúzióját, ehhez az szükséges, hogy az Európai Tanács megőrizze az egységét, megőrizze az integritását, és megmaradjon az egyhangú szavazás a tanácson belül. Köszönöm szépen!